Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon! Ez az Illuminati üzenetek és a 2014-es tudományos fantasztikus akciófilm, az Emlékek őre lesz a téma ezúttal. Előjáróban annyit, hogy mindaz, ami, amiért érdemes megnézni ezt a filmet, az el fog hangzani ebben a rövid videóban, így akit érdekel, vagy szeretné idézőjelbe véve végig izgulni, Azonak azt javaslom, hogy most állítsa meg ezt a videót, nézze meg a filmet, és aztán térjen vissza, különben már nem sok értelme lesz. Hogy érdemese megnézni, azt mindenki el tudja dönteni magának. Ez a film abba a sorba illik bele, mint az éhezők viadala egy ilyen infantilis felnőtteknek vagy középiskolásoknak szóló romantikus kalandfilm lényegében. Egyszer meg lehet nézni, különösen azoknak, akik már értik, hogy hogyan működik a világ, hisz rengeteg szimbólumot, információt elárul a jövőről, illetve arról, hogy hogyan is látja az elit azok, akik uralják és irányítják a világot, a valóságot. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Hasonlít nagyon a film egyébként George Orwell 1984, illetve Aldous Huxley szép új világ hibridjére, mint hogyha ennek a kettőnek a keveréke lett volna, hogy valaki esetleg nem ismeri ezeket akkor én azt javaslom, hogy mindenképpen hallgassátok meg az audio verziót, ami fönt van a Yahoo útja YouTube csatornán, aki szeret olvasni, talán jobban jár, hogyha elolvassa ezt a két könyvet, de ha ezt a kettőt elolvasva bárki, akkor onnantól kezdve egyszerűbb lesz megérteni a világot. A teljes verziót megtalálhatjátok weboldalunkon infobubble.hu, értelemszerűen sem a Facebook, sem a YouTube nem fogja engedni, hogy azokat a részeket teljeségében megmutassam, amik szerepelnek ebben az összeállításban. Úgyhogy ha valakit érdekel az egész, akkor látogassatok el oda. A film egy rövid, nagyjából 3-4 perces intróval kezdődik, ahol egy összefogó képet láthatunk arról a világról, amiben zajlik majd a cselekmény. Egy pusztulás, azt nem tudjuk, hogy mi okból fogva, de bekövetkezett, és a romokon felépültek az emberi közösségek. Ezek a körök ezen a térképen, most azon túl, hogy az egész egy lapos földre emlékeztet, és azt szeretném kiemelni, hogy ennek az, a filmnek van egy bibliai színezete, így a történet, az alaptörténet, az a Biblián nyugszik, és majd ebbe belemegyek később, de azért is vázolják úgy, hogy a semmiben van a föld, nem azt jelenti feltétlenül, hogy csak lebeg ez a terület, és nincsen kapcsolata a világgal, mint ahogyan az embereknek nincs kapcsolata már a múlttal. Nincsenek emlékeik, talán ezt is reprezentálja, de visszautal a bibliai világmodellre, ahol a teremtő létrehozza a világot, annak oszlopain, a felszínén élünk, és fölöttünk van ez a búra. After the ruin, we started over, creating a new society, one of true equality egy új társadalmat alkottak, egy olyan társadalmat, ahol igazi, valódi egyenlőség van. Ez ugye a reggeli inekció vannak, szabályai az életnek természetesen ebben a világban. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. És ez a reggeli inekció, erre már felkészítették az emberiséget, úgy hívják ezt, hogy emlékeztető oltás, és az emlékeztető oltás minden valószínűség szerint el fog fajulni oda, amit láthattunk már számos filmben, mint a Voyagers, vagy utazás a semmibe Colin farrell ahol szintén van ez a kék folyadék, amit fogyasztanak az utazók ebben a filmben is. A Christian Bale Equilibriumban ugyancsak van valami, amit isznak, és ez általában ez a folyadék, arra szolgál ezekben a filmekben, és ez most már egy érdekes egybeesés, de ez így van, hogy az érzelmét az embereknek lecsökkentse, az egymással való kapcsolatot leredukálja egy teljesen érzéketlen, gyakorlati kontaktusra vagy viszonyra, ahol már a szeretet az elképzelhetetlen, de nem csak a szeretet, hanem a harag, az irítség és minden, ami, amit negatívként azonosítunk most. Bizarr ami következik, de figyeljen mindenki, mert érdekes. Megkapják fejlődő önállóságuk és felelősség tudatuk szimbólumát, ami ez a bicikli. Ezt a biciklit kapják, meg, ezzel közlekednek majd ebben a társadalomban, még ennek az önállóságnak, meg a felelősség tudatnak a mi társadalmunkban egy ponton az autó volt a szimbóluma, hisz amikor az ember letette a jogosítvány, megkapta az autót, onnatok ezzel nagyobb szabadsága volt. Ebben a világban a kerékpár lesz ez a szimbólum, ami a kötöttséget reprezentálja. Azt, hogy csak addig tudok eljutni, nagyjából, ameddig ők akarják, hogy eljussak, hiszen igencsak le van határolva az ember, hogyha manuális kerékpárral kell közlekednie. És így néz ki a perem. Az emlékek őre szobája a legnagyszerűbb design, ami a filmben van, meg úgy általában is egy szakadéknak az oldalába van befaragva, egy hatalmas félkör alakú üveg az ablaka, onnan tekint ki a peremre. Ő az emlékek őre, ő az, aki kapcsolatot teremt Szó szerint is fizikálisan, mivel a szobája pont ott van a peremen, a két világ határán, és szellemileg is ő teremt kapcsolatot. Peremen túl találhatók az emlékek. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahoo.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobaba, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.